Ez volt tehát a múlt heti makói motoros találkozó huligánsz koncerttel. És köszöntök három nagyon csinos hölgyet itt a stúdióban, a Maros Menti Női Kézilabda Sport Egyesület képviseletében. Köszöntöm magunknak Bernadettet, a csapat edzőjét, és a csapat két kiválóságát, Kovács Anitát és Sárkány Zsuzsannát. Szia, jó estét! Ugye nagyon jól szerepeltetek ebben a bajnokságban, második helyig jutottatok egészen. Hát számítottatok erre, lehet egy ilyenre egyáltalán számítani? Hát szerintem a tavalyi és a tavaly előtti év után azért látszott, hogy szerintem jó kis csapatunk van. Ügyes lányok, régóta együtt vannak. Úgy én gondoltam, hogy úgy az legjobb ötben tudunk lenni, és hát onnantól kezdve már azért nagyon sok szerencse is kell, hogy idegenbe el tud-e jönni minden játékos, hogy munka miatt, vagy iskola miatt, van-e valami, vagy családi program miatt, van-e valami más programjuk, meg sérülések, betegségek is közbe jöhetnek, onnantól kezdve már azért a szerencse is, de úgy gondolom, hogy azért a tudásuk alapján, mert szerintem nagyon ügyes lányok, az alapján szerintem a dobogóra azért, hogyha úgy, mint ahogy így a végére nem is jött közben semmi, szerintem egy harmadik hely szerintem azért már az elején is benne volt. De mondom úgy, hogyha nem lett volna probléma közben. Sérülések azokra igen, én is emlékszem, hát többször hallottam, hogy valaki sérült, nem fog játszani. Szóval a munkai elfoglaltság érdekes, hogy ezt hogyan tudtátok megoldani, ugye mind a ketten dolgoztok, munka mellett hogyan sikerült eljutni a mérkőzésekre? Hát én szerencsére a mérkőzést nem hagytam ki munka miatt. A hétköznapi edzések azért azok húzósak voltak, munkából siettünk edzésre, de úgy próbáltuk mindig megoldani. Minimum azért heti kétszer ott voltunk. Annyit? Mérkőzést hál' Istennek én sem hagytam ki. Azért edzésekre is szerintem mindenki igyekszik elmenni. Nyilván tényleg ezek a munkahelyek, foglaltságok, azért iskola az néha-néha közbe jön, de szerintem mindenki próbál helytállni, és ezért szerintem meglátszik az eredménye. Ugye a harmadik vonalban játszottatok, ilyenkor mennyire kell egyébként meghajtani a játékosokat ilyen amatőr szinten? Hú, nagyon nehéz. Nem nagyon van motiváció, ha csak nem az, hogy játszanak, szeretik, és hogy ugye mindenki győzni szeretne, de nagyon nehéz, mert ugye azért azt tudni kell a mi játékosainkról, hogy itt mindenki dolgozik, tanul, és ugye senki nem kap ezért pénzt. Azért ez nagyon fontos, hogy nálunk nincs külön ilyen havidíj, vagy valami kis fizetés, úgyhogy nagyon nehéz éppen ezért motiválni őket, és azért ez a nagy pozitívum szerintem, főleg a mi csapatunknál, hogy azért nagyon szeretnek kézilabdázni. És heti hány foglalkozást tartottál? Heti három edzés van, és plusz hétvégén a mérkőzés. És ugye múlt héten szereztétek meg az ezüstérmet a Kistelek otthonában, akkor meséljetek arról, hogy milyen is volt az a találkozó. Én eleinte nagyon izgultam, mert cserét azért izgultam, mert tudtuk, hogy itt dől el a második hely sorsa. Nem is tudtuk igazából, hogy hogy is készüljünk. Az utolsó meccsünk volt, mi nyilván nem akartunk nagyon feszülten, görcsösen indulni ennek a meccsnek. Aztán így hál' Istennek úgy néz ki, hogy jól tettük, hogy nem görcsöltünk rá erre. Ott nagyon sokat segítettek szerintem a szurkolók, meg az, hogy igazából csapatként játszottunk. Voltak hibák, de szerintem minden meccsen vannak hibák, és aztán nyertünk végül, ez volt a legfontosabb. A szünetben mi nagyon szoros volt, 10-11-re mentetek egy góllal. Te hogy láttad, Zsuzsi, a mérkőzést? Hát én már a meccs elején éreztem, hogy szerintem így nekünk, tehát hogy mi fogunk nyerni. Nem tudom, így belőlről így éreztem. Aztán a második félidőben jól fogtak a kapusaink, nekünk is ment a pályán, és így sikerült megtartani ezt az előnyt. Hát ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy milyen jelentőség teljes találkozó is volt ez. Mi hangzott el a mérkőzés előtt az eligazításon? Mit mondtál a játékosaidnak? Hát taktikai utasítás nem nagyon volt már, mert szerdán meg csütörtökön azért már biztos unták is, elég rendesen elmondtam, meg nagyon jól ismerjük azért a Kisteleket, és nem nagyon volt taktikai. Inkább csak próbáltam azt mondani nekik, hogy ne idegeskedjenek, mindent adjanak bele, mert ez az utolsó mérkőzésünk, ez a legfontosabb mérkőzésünk, és hogy az egész év alapján és minden alapján szerintem megérdemelnék a második helyet. Meg ugye tudtunk róla, hogy a szurkoló fiúk
a lángszórós alakulat, önköltségen bérelt buszt, és jött a mérkőzésünkre, vagy jönnek a mérkőzésünkre, és mondtam nekik, hogy egyszerűen itt olyan hangulat lesz, hogy nem is tehetjük meg, hogy ne nyerjünk, vagy hogy gyengében játszunk, és hát azt is mondtam, hogyha nem akarják, hogy itt valami csudabalé legyen, vagy bármi probléma legyen, akkor nagyon jó kell játszani, és nagyon nyerni kell, és hát úgy emlékszem, hogy első percre kezdve mi vezettünk. Uh-huh. Szóval nem is emlékszem arra, hogy talán, hogy ők vezettek volna. Meg nagyon jól játszottak a lányok. Ezt akartam is kérdezni a lányoktól, hogy milyen ilyen szurkoló serenggel a mögöttetek pályára lépni, és milyen az atmoszférája ott a mérkőzésnek. Nagyon furcsa volt. Amikor először kijöttek a meccsen, nagyon furcsa volt, tehát szerintem mindenki kicsit úgy idegesebb is lett, hogy úristen, de jó, hogy ennyien kint vannak, és hogy akkor most bizonyítani kell. Aztán szerintem idővel megszoktuk, és hogyha már kicsit kevesebben voltak, akkor már hiányoltuk is őket, de én azt mondom, hogy nagyon nagy segítséget nyújtanak a pályán, és tényleg mi is próbáltunk mindent megtenni azért, hogy azért, amiért ők kijönnek, és igenis buzdítanak minket, azért kicsit kárpótolj, vagy hát megajándékozzuk őket egy jó szereplése. Neked milyen volt, Zsuzsi, megélni ezt? Nekem is nagyon jó érzés, hogy így szurkolnak, meg bíznak bennünk. Hát ugye kicsit nehezebben, nem úgy halljuk egymást a pályán, de megoldjuk annyival, hogy védekezésben megbeszéljük, hogy mit csinálunk a támadásba. De jó, tényleg örülünk neki, hogy ennyien vannak és ennyien bíztatnak minket. Így rápillantva a táblázatra, jól látom, ti kaptátok a legkevesebb gólt. Ez lehetett a kulcsa ennek a szezonnak? Igen, szerintem abszolút. Én mindig azt mondom, meg azt is vallom legalábbis. Én nekem az a véleményem az egész kézilabdáról, hogy aki a legkevesebb gólt kapja, meg aki a legjobban védekezik, annak utána sokkal könnyebb támadni, sokkal nagyobb önbizalommal oda megy, ugye akkor utána az ellenfél, ha már többet kivédekeznek ellene, akkor már máshogy is védekezik, nem úgy várja az ellenféltől a támadást. Én nekem abszolút az a véleményem, hogyha egy csapat jó védekezik, ami véleményem szerint nagyon sok százalékban az akarati tényezők, Én úgy gondolom, hogy az az alap. Az az alap, és ugye a Kistelek volt a másik csapat, aki még nagyon jól védekezik. 13 góllal kapott többet, mint mi, szóval ő se kapott szerintem sok gólt. És úgy gondolom, hogy ez volt az alapja most is a kisteleki mérkőzésünknek, hogy mi valahogy megleptük őket avval a védekezésre a második félidőbe, amit ők szoktak ellenünk, hogy teljesen kijönnek a 9-esen kívülre. És mi azt csináltuk, a bal oldalunkat szinte teljesen kivittük, ugye akik meghatározóbb játékosok voltak nálunk, és abszolút én azt mondom, hogy a védekezés. És hál' Istennek partnerek is a lányok benne. Szóval hát kicsit keményebbnek kell lenni, meg kicsit többet kell koncentrálni a védekezésre, de szerintem utána könnyebb úgy gólt lőni, hogy nagyobb önbizalom van. És ugye most ezzel vége is lett a bajnokságnak, mikor, vagyis elmentetek-e már szünetre, hogyan fog telni a nyár, mikor kezditek majd a munkát? Még nem szünetelünk, még focizgatunk, még különböző kiegészítő sportágokat játszunk, hát főleg focizunk, nagyon szeret a csapat focizni, ugye minden győztes meccs után szokott is lenni egy kis foci, és hát még... Szerintem még egy 3-4 hétig fogunk így találkozni, összejönni, és akkor utána szerintem a július hónapban lesz egy kis pihenő, és akkor augusztusban újra. Mennyire volt fárasztó ez a szezon? Mennyit kell pihenni? Mennyire volt kimenni? Hát én már így a bajnokság végére éreztem, hogy így kevesebb az erő, eléggé elfáradtunk. Ugye eleve téli alapozás az sokkal rövidebb, nem tudunk annyit készülni, mint nyáron. Csak terembe tudunk futni, nyáron azért kimegyünk a töltésre, meg a vasas pályára, de szerintem jó felkészülésünk volt, úgyhogy bírtuk így az egész bajnokság alatt. Anita, te mennyire fáradtál ebben a bajnokságban? Meg kell kérdezni Dettit, hogy én mennyire szoktam elfáradni meccsen. Tehát én olyan típusú játékos vagyok, akinek kell, hogy kimenjen még pluszba. Egy kicsit futni, vagy ez az nem azért, mert nem elég jók az edzések, hanem azért, mert én hamar elfáradok. Tehát az a típusú játékosok, akiknek igenis ki kell menni futni, akkor mit tudom én, görkorizni, vagy valamit, csak csinálják még mellette valamit, mert nekem meglátszik a teljesítményem nagyon, hogyha nem csinálok valami pluszt. Igen, azért edzésen is oda tesszük munkat szerintem. Próbálunk mindig Dettire nagyon odafigyelni, mindent megtenni, amit mond, de
de nyilván azért néha nem úgy sikerül, és akkor ilyenkor kell kimenni. Én elfáradtam a bajnokság végére kellőképpen, de szerintem megérte. Következő szezonban mennyire lesz, lehet ez produkálható, mint amit most nyújtottatok szerinted? Hát fogalmam sincs, hogy mi lesz. Ugye azt se tudjuk, hogy milyen csapatok lesznek, kik lesznek. Még igazából nem tudom azt sem, hogy melyik játékosokra lehet számítani. Igazából még azt sem tudom, hogy én leszek-e az edző, mert még az elnök úrral nem ültünk le beszélni erről, de arról se, hogy nem én leszek, szóval nem tudom. Hát az biztos, hogy ugye biztos, hogy ezentúl már mindenki jobban elvárja tőlünk az eredményt. Nehéz lesz, meg sokat kell edzeni. Hát nem tudom, hogy hány játékos marad, mert biztos vagyok benne, hogy azért egy-két játékost megkeresnek, mert azért ügyes lányok, úgyhogy ki tudja, hogy még mi lesz, még odébb van az. De ezért reméljük, hogy minél nagyobb siker lesz jövőre is. Köszönöm, hogy megfáradtatok a stúdióba, és akkor folytassuk is műsorunkat. Következik egy bejátszás, méghozzá az Inga műszaki átadásáról egy felvétel, ez egy új látványos elem a Marosparton. Lássuk tehát ezt a bejátszást, és még egy-két percig élnek a vonalak, addig lehet még játszani, és hamarosan sorsolunk.